Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Lássuk a mai nap legfontosabb híreit. A Makói piacnál kampányolt Lázár János. Utcafórum Gerizdesen. Díjugrató döntő Makón. A Makói piac főbejáratánál kezdte napját Lázár János. A térség országgyűlési képviselője arra biztatta a járókelőket, hogy október 2-án menjenek el szavazni. Hogy vannak a hölgyek? Köszönjük szépen, jó? Megtörtént a bevásárlás? Megtörtént. És jó a Makói piac? Szavazni. És jó a Makói piac? Pénzint kevés, a piac jó. Drága vagy olcsónak számít itt a helyi boltokhoz képest? Közepesnek. Így érdeklődött Lázár János ma reggel a városban zajló történésekről. A piac kapujánál a Fidesz helyi alapszervezetek két standot is felállított, hogy az arra járók aláírhassák azt a petíciót, mely az október 2-ai népszavazást erősíti, illetve a nemmel való voksolásra hívja fel a figyelmet. A politikus hangsúlyozta, arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy ez nemzeti ügy, és nem arról van szó, hogy 2010-ben vagy 2014-ben ki melyik pártra adta le a voksát. A közvetlen beszélgetéseknél hasznosabb dolog nincs. 81 ezer választó van a választókerületben. Ha tehetném, akkor mindenkivel beszélnék, és megpróbálnám személyesen meggyőzni, mert van néhány ügy ebben az országban, amiben egyet kellene, hogy értsünk. Talán az is ezek közé tartozik, hogy ki ilyen ebben az országban. Azt remélem, hogy ez az egyetértés és ez a nemzeti együttműködéshez létrejön október 2-án. A miniszter hozzátette, nagyon sok emberrel beszélt már erről a kérdésről, és az a meglátása, hogy az idősebbek sokkal tapasztaltabbak a migrációs helyzet, valamint a népszavazás fontosságával kapcsolatban, mint a fiatalok. Lázár János mellett Farkas Éva Erzsébet polgármester és Cirbus Gábor alpolgármester segített az ív megfelelő kitöltésében, illetve válaszoltak az esetlegesen felmerülő kérdésekre. A Makói több célú társulás 17 településének polgármesterei ma sajtótájékoztatót tartottak. A korona dísztermében közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben arra kérik lakosaikat, hogy vegyenek részt az október 2-ai népszavazáson. Makó polgármestere nyitotta meg a találkozót, aki elmondta, nem kívánják, hogy mások döntsenek helyettük, hogy mások mondják meg, kikkel akarunk együtt élni. Itt a déli határon különösen érzékeljük, hogy az Európai Unió nem tudta megvédeni Európát, és a migránsveszély állandósult. Marosale első embere, Martonosi György elmondta, a nagyfai menekültábor bezárása óta biztonságban érzik magukat a községben élők, céljuk az, hogy ezt a nyugalmat fenntartsák. Gyarmati András hangsúlyozta, Nagylak helyzete speciális, hiszen határátkelő helye is van. És ilyeténképpen nálunk az idegen, illetve a határsértő fogalma egy picit megszokottabb fogalom, mint a határon beljebb élők között. Most azonban úgy gondolom, hogy valami egészen másról van szó. El kell mondanunk, hogy ha nem is félnek még az emberek, de mindenképpen tartanak attól, hogy a déli határ felől esetleg a migránsok útvonala megváltozik, ezért a keleti határon fognak többen átjönni esetleg megkerülve, még akkor is, ha kerülőt kell tenni. Nagylakhoz hasonlóan Kiszombor is határmenti település, közel van a hármas határhoz. Szegvári Ernőné szerint összefogás nélkül nem lehet ezt a problémát megoldani. A betelepítési kvóta nem csak Magyarországra jelent veszélyt, hanem egész Európára. A tanácskozás végén a polgármesterek egy nyilatkozatot írtak alá. Mi, a Makói Kistérség több célú társulásának tagjai, a déli határvidék polgármesterei, arra kérjük településünk polgárait, hogy vegyenek részt az október 2-ai népszavazáson, közösen mondjunk nemet a betelepítési kvótára, utasítsuk el azt, hogy mások mondják meg, és ne mi dönthessük el, kikkel akarunk együtt élni. Ne engedjük, hogy mások dönthessenek helyettünk. Mi, a déli határvidék polgármesterei tudjuk, hogy a saját, a gyermekeink, az unokáink mindennapjait érintő döntés előtt állunk. Tudjuk, hogy az október 2-i népszavazás nemzeti ügy. Kérünk ezért mindenkit, hogy október 2-án éljenek demokratikus jogaikkal, és menjenek el szavazni.
Híradóinkban már láthatták, hogy stábunk felkereste a térség polgármestereit azzal kapcsolatban, hogyan gondolkodnak a migrációról és az október 2-i népszavazásról. Hétfőn Apátfalvára is Magyar Csanádra látogatunk el. Csütörtökön folytatódott az őszi lakossági fórumok sora. Ezúttal Gerizdes városrész önkormányzati képviselője Marosvári Attila invitálta beszélgetésre a lakosokat. A városrész képviselője elmondta, ez egy nagyon jó körzet, olyan emberek élnek itt, akik odafigyelnek a környezetükre. Itt nincsenek közintézmények, Gerizdes lakóövezet, így leginkább a járdák, utak, csatornák állapota foglalkoztatja őket. Vagy itt mellettünk a platános, platánfás utcákban platánfák állapota, amelyet egyébként egy programban már el tudtunk indítani, és ebben az évben most már van egyesség a választókerületi alapon finanszírozásával is, meg a kommunális KFT költségvetéséből is folytatni fogjuk ezt a munkát. Tehát ebben az évben egy 500 000 forintos összegből további fanyesésre kerül sor. A fórumon Cérbos Gábor alpolgármester ismertette a makói fejlesztéseket, köztük azokat, amelyek érintik a városrészt. Így például az Erdei Ferenc téri sportkomplexum építését emelte ki. Arról is beszélt, hogy hamarosan megújul a Kertész és Kelemen utca találkozásánál lévő tér, ahol egykor a Ságvári szobor állt. Ígéretet tettünk arra, hogy egy új parkot alakítunk itt ki, mely rövidesen el is fog készülni. A szobor, amit ide fogunk kihelyezni, jelenleg restaurálás alatt áll, és ha jól tudom, akkor már jövő héten el is fogjuk hozni Hódmezővásárhelyről, úgyhogy néhány héten belül a Kertész utca és a Kelemen László utca sarkán található tér teljes egészében meg fog újulni, úgy, ahogy azt annak idején meg is ígértük. A fórumon szóba került az október 2-i népszavazás is. Cérbos Gábor arra kérte a jelenlévőket, hogy mindannyian éljenek demokratikus jogukkal és menjenek el voksolni. A témához többen is hozzászóltak, néhányan az aggodalmukat fejezték ki. Az egyik hölgy népmesei hasonlattal kezdte hozzászólását. Mikor a kismalacot kéri a farkas, hogy engedj be, kismalac. Na most mi úgy járunk. Hogy először csak a... Hát először csak a lábát dugja be, utána szóval a lényeg, hogy ezek nem kérnek, hanem követőlnek a pillanatba. Na most szerencsétlen emberök ezek, mert ott megszívatták őket, becsapták őket ott, ahonnan elindították, és ez politika. Ez nem a szegény emberök játéka, ezek a nagy pénzes emberök játéka, tudja ezt mindenki, de mi azért tartsunk már össze, hogy ne engedjük be ezt a sok afrikai. Cérbos Gábor a szerdai testületi ülésen felszólította az ellenzék képviselőit, köztük Marosvári Attilát is, hogy mondják el véleményüket ebben a kérdésben. Az önkormányzati képviselő sem akkor sem televízión korábbi kérésére nem kívánt állást foglalni. Most azonban ismét megkérdeztük az ügyben. És azt kérem mindenkitől, ahogy én is teszem, hogy a lehető legfelelősségteljesebb döntést hozzák ebben az ügyben. Ne csak az ömlő média kampány érveit hallgassák meg, hanem komplexen gondolják végig ezt a helyzetet, mert adott esetben sok másfajta következménye is lehet ennek a döntésnek, mint amit most elénk tár a média. Nem gondolom, hogy egyoldalú kommunikáció alapján kell ebben döntést hozni. Az őszi lakossági fórum sorozat jövő héten fejeződik be. Hétfőn Toldi János, szerdán pedig Cirbus Gábor várja a körzetében élőket. A Fidesz makói alapszervezete minden lehetséges módon arra kéri a lakosságot, hogy éljenek demokratikus jogukkal és menjenek el szavazni. Csütörtök délelőtt a makói posta előtt ismét gyűjtötték az aláírásokat. Itt tartott sajtótájékoztatót Cirbus Gábor elnök és Hadik György a szervezet tagja. Most még mi dönthetjük el, kivel szeretnénk együtt élni, mondta Cirbus Gábor a sajtótájékoztatón. Hozzátette, több mint 1000 éve élünk itt a Kárpát-medencében, és továbbra is így és ilyen formában szeretnénk ezt tenni. Szerinte ez egy olyan kérdés, amely hosszú évekre meghatározhatja sorsunkat. Amennyiben megnyitjuk a határainkat a gazdasági bevándorlók előtt, akkor ez egy megállíthatatlan folyamat lesz, hiszen az első hullámban érkezőket követik a többiek, és megmondhatatlan, hogy mennyien lesznek a későbbiekben. Hadik György azt hangsúlyozta, hogy a határ mentén élőket jobban érinti a migráció ügye. Emlékeztetett arra, hogy bő egy év erőszkénél még özönlöttek hazánkba az illegális bevándorlók. A helyi szervezet tagja hozzátette, mi magyarok, ha külföldre utazunk, mindenhová visszük személyes okmányainkat, ugyanezt várjuk el azoktól, akik hozzánk érkeznek. Mindketten azt hangsúlyozták, rendkívül fontos a részvétel, bármint ahogy arról már többször beszámoltunk, nem minden párt ért ezzel egyet.
A DK választókerületi elnöke Mucsi Tamás arra biztatja híveit, hogy ne éljenek a demokratikus jogukkal, és mindemellett Cirbus Gábor szavait gyűlöletkeltésnek tartja. Erről szerkesztőségünket egy közleményben tájékoztatta. Mára már mindennapos témává vált a migráció és az október 2-ai népszavazás. A térségben is megoszlanak a vélemények. Megkérdeztünk néhány köztiszteletben álló szemét mi is, hogy ők hogyan gondolkodnak erről. Ha jön a vándor, és azt mondom, hogy gyere be a házamba, adok neked enni, inni, és szálljál meg nálam, fázol, bajba vagy, akkor lehet, hogy annak a vándornak az első dolga az lesz, hogy elszereti a feleségem. Nagyon érdekes téma ez, és nagyon érdekes dolog. Ha valaki bekopog az emberhez, és azt mondja, hogy nagy bajba vagyok, segíts, akkor talán azon illik segíteni. De hogyha jön valaki, és rám töri az ajtót, akkor egészen más impulzusokat vált ki belőlünk. Teljesen le vagyok döbbenve az ügybe, hogy egyáltalán kérdéses ez valakinek, mert tulajdonképpen a munkám kapcsán is nagyon sokan önkéntesen ezt felhozzák témába, hogy mit szólok én ehhez, vagy egyáltalán. Hát szóhoz se jutunk tulajdonképpen. A kollégákkal többet beszélgettünk már erről a helyzetről, és úgy gondolom, hogy ez a kis magyar nép már annyi viszontagságnak volt kitéve, a különböző megszállásoknak és egyéb dolgokról beszéltünk, akkor nem szabad ezt az országot kitenni még egy megszállásnak, mert most még beszélnek 10 000, 20 000, 100 000, de senki nem tudja, hogy mi lesz a vége, esetleg, hogy ez be fog következni. Karba tett kézzel nem kell várakozni, kell tenni azért, ami a mi érdekünk, hogy a világpolitikában az erőviszonyok milyen erősen mozognak, az természetesen nem mindig tudni, de hogy mi hangot adunk annak, hogy mi a véleményünk egy ilyen helyzetről, mert ez nem csupán világpolitika, hanem a világpolitika érint bennünket is, az mindenképpen fontosnak tartom, hogy a véleményünket hangoztassuk. Reméljük, hogy többségben lesznek a nem szavazatok, és tényleg, hogy ezt meg tudjuk üzenni, hogy hát azért ezt nem gondolják komolyan, hogy ezt megtehetik egy ilyen országgal, ahol próbáljunk a saját problémáinkat megoldani, és akkor ránk zúdítanák ezt a hatalmas nagy dolgot, amit tulajdonképpen föl se fogunk, hogy miről van itt szó, és nem is a mostani napjaink, hanem itt a közeljövő, és utána hosszabb távra kell gondolni. Én biztos, hogy el fogok menni választani, és szavazni fogok. Mindenkinek azt javaslom, hogy éljen a lehetősége, és használja ki a lehetőséget, mert utána esetleg később majd az unokája vagy családja számon kéri tőle, hogy na, akkor elmente, és szavazott-e, hogy igen vagy nem. Először rendezték városunkban a Csongrád megyei díjugrató bajnokságot. A kétnapos rendezvény Makóváros nagydíjának átadásával végződött. A Csongrád megyei Lovas Szövetség még márciusban döntött arról, hogy a 2016. évi díjugrató megyei bajnokságát a makói lovaspályán rendezi meg. Makóváros önkormányzata számára kiemelten fontos a különböző sportágak és a sportolók támogatása. Ez alól a lovaglás sem kivétel, így a kétnapos verseny megrendezéséhez 200 000 forinttal járult hozzá a város. Nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen a Csongrád megyei Lovas Szövetség mindig olyan helyszínt keres ennek a döntő rendezvénynek, ahol a lovas egyesületek valóban méltó körülményeket tudnak biztosítani, színvonalas körülményeket tudnak biztosítani a rendezvényhez, és fontos szempont az is, hogy a lovas egyesületek megfelelő hagyományokkal rendelkezzenek, mind a lovaglás, illetve a sportok tekintetében. A mostani szövetség 6. alkalommal szervezte meg legrangosabb versenyét. Az idejutásért 8 minősítő forduló közül kellett legalább 3-an úgy részt venniük az indulóknak, hogy be is fejezzék a pályát. A versenyen közel 200 start volt. A döntőbe jutásért 5 kategóriában 70 lovas ugratott. A döntőn különböző kategóriákban indulnak a versenyzők, legkisebbtől fölfelé, hogyha nézzük, akkor a kezdőlovak és a kezdőlovasokkal kezdődött a döntőnapja. Most folytatjuk a felnőtt egyéni döntővel, ez a legmagasabb
versenyszám, mert 125 cm-es magasságra kiírt verseny, és ezután következnek majd az ifik, az amatőrök, és legvégül a csúcspontja, vagy a záró pontja a napnak az a csapatverseny. Ez nem a legmagasabb, de a legnépesebb mezőnyit a csapatversenyben. A 125 cm-es felnőtt egyéni bajnokság Makóváros nagydíja is volt egyben. Ezt a kitüntetést idén a zsombói Réti Dávid vehette át, kinek nem volt ismeretlen a makói pálya. Családjából többen is lovakkal foglalkoztak, így nem volt kérdéses, hogy ő is ezt a sportágat válassza. Az idei versenyen két lóval is indult, egy 8 éves kancával és egy 9 esztendős csődőrrel. Természetesen nyerni mindig jó. A másik, ami elegedettséggel tölti el az embert, hogyha a lova jól teljesít és szépen fejlődik. Ugyanezzel a lóval már tavaly is ugyanezt a versenyszámot sikerült megnyerni, úgyhogy úgy látszik, hogy neki fekszik a makói pálya. Illetve hát mindig jó, hogyha ilyen szép rendezvény, a nagy közönség előtt nyerhet az ember, az mindig egy jó érzés. Az egyéni döntőben második helyen Székely Csaba végzett, míg a dobogó harmadik fokára Tóth Erika állhatott fel. Híradónk végén lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A makói piacnál kampányolt Lázár János. Utcafórum Gerizdesen. Díjugrató döntő Makón. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után a következő műsorokkal várjuk Önöket. 18 óra 15 perctől Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel készült beszélgetésünket láthatják. 18 óra 40 perckor Társalgó című kulturális magazinunkat, majd ezt követően 19 óra 15 perckor a Párizs Quintet koncertet nézhetik meg. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó, legközelebb hétfőn jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom, kellemes estét kívánok!